Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 9-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik az ő tervei. Erre megadja ez a felső kártya a választ. A háttérben megjelennek személyek, és ők hamisak, hazudoznak, vagy becsapják őt. És ez a hamisság, ezek a hazugságok az, amit ő átlát, mert ő elgondolkozik ezeken az eseményeken. Ez a kártya középen a téli hónapokat is mutatja. Tehát lehetséges, hogy ezek a személyek már valamit tettek ellene a tél folyamán, és most ez újra megismétlődik. A második kérdés pedig az lenne, mik az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ő most egy szorított helyzetben van, boldogtalan, és valamit tart a kezében, nem akarja ezt kiadni. Ezek lehetnek az anyagiak is. És ez összeáll ezzel a kártyával. Valaki hazudozik, és megpróbálja őt kihasználni. És ő fél, hogy pénzt veszít. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ezt mutatja itt ez a kép. Ő úgy mutatja, mintha minden rendben lenne körülötte. Az is lehet, hogy egy meghívás lesz, vagy ő bókolgat nektek. Ezekről a problémákról, ezekről a hazugságokról, arról is, hogy valaki őt anyagilag ki akarja használni, vagy becsapja őt, ezekről a dolgokról nem beszél. Amennyiben kicsit visszahúzódó és olyan szomorúnak tűnik, ezt ne vegyétek személyesen, ennek más oka van. A napi kártya mutatja a nehézségeket, erre is utal, azon kívül a téli hónapokat. Tehát, ami most így történik nála, az visszatért a múltból. Hasonló dolgokat él át, ami történt vele a tél folyamán. Át kell, hogy lássátok a dolgokat, annak ellenére, hogy ő erről nem beszél. Kérdezzetek rá, mi a gondja, mi foglalkoztatja őt. Miért ilyen elkeseredett a napokban, és hogy miért mutatja kifele, mint hogy minden rendben lenne, holott ti érzitek, hogy ez nem így van. Az nem jelenti azt, hogy ő hazudni akar, csupán szépíti a dolgokat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!